Egyre többen keresnek meg minket olyan problémával, hogy az oltások miatt, illetve hogy ők nem akarják felvenni az oltást, komoly hátrányokat szenvednek. Hogy így fogalmazzak, a pszichikai oltás terrornak újabb arca mutatkozott meg, mert egész egyszerűen nem tudok rá jobb kifejezést használni. Többen megkerestek minket az országos mentőszolgálattól, hogy elbocsájtották őket azért, mert nem vették fel az oltást. De a történet ennél még bonyolultabb, egyikük, sőt többen is vannak ilyenek, szeptember folyamán táppénzen volt fertőző akut betegséggel, nem koronavírussal egyébként, és a házi orvosuk sem javasolta, hogy felvegyék jelen pillanatban az oltást, ráadásul volt olyan, akinél egyéb egészségügyi problémák miatt sem javasolták az oltást, és ennek ellenére mégis az OMS üzemorvosai úgy könyvelték el őket, hogy felvehetik az oltást, haladékot kértek volna, nem kapták meg, így az a felháborító helyzet állt elő, hogy miközben táppénzen voltak, megkapták az elbocsájtó levelüket, tehát magyarul akkor rúgták ki őket, amikor táppénzen voltak. Ezekkel a sértettekkel felvettük még egyszer mondom a kapcsolatot, abban egyeztünk meg, hogy egyelőre az ő érdekükre való tekintettel konkrét helyeket és személyneveket stb. Nem fogunk nyilvánosságra hozni. Az ő érdekük az most, hogy csak ezt a konkrét ügyet személyek nélkül hozzuk nyilvánosságra. Ebben egyetértettek velünk, mert ők is azt akarják, hogy a közvélemény szélesebb rétege is tudomást szerezzenek erről az esetről. Itt konkrétan olvasom, amit ő írt, hogy 5 szakorvossal konzultált a problémájáról, és 4 fal között mind azt mondta, hogy várjon még az oltással. És még egyszer mondom, ennek ellenére kirúgták őket. Na most nagyon sokakat érint ez a helyzet, belső csoportokból tudjuk, hogy az OMS 155 embert küldött el legalább, azért, mert nem vették fel az oltást, ami által az a helyzet állt elő, hogy itt Budapesten óriási hiány alakult ki, vidékről kell felrendelni mentősöket, ott ugye nyilván ez további problémát okoz vidéken, úgyhogy a Mi Hazánk Mozgalom azonnal felszólít minden érintettet, hogy ezt a pszichikai oltás terrort függesszék fel, ezért hívunk mindenkit november 20-án, szombaton 3 órakor az Alkotmánybíróság épülete elé, hogy többek között ez ellen is tiltakozzunk.